Az aláírás elutasítása az arkansas-i életvédők fő témája, miközben az állami abortusztilalom megtartásáért küzdenek. Arkansas a legéletpártibb állam az Unióban. Arkansas államban egy nő csak orvosi vészhelyzetben végeztethet abortuszt. Ezeknek a gyűléseknek az a célja, hogy a választók ne írják alá, hogy a novemberi szavazólapra felvegyenek egy módosító kezdeményezést. A módosítás célja, hogy az abortuszhoz való hozzáférést az állami alkotmányba rögzítsék. Arkansas egyike volt annak a 13 államnak, ahol a Roe kontra Wade ügyet júniusban hatályon kívül helyező legfelsőbb bíróság döntése után az abortuszt betiltó törvényt hozták. A Dobbs döntés lehetővé teszi, hogy az államok döntsenek. Az abortusz pártiak eddig 6 államban értek el sikert az abortusz újbóli legalizálása érdekében a szavazási folyamat révén. Az egész országban véglegesen megváltoztatják az állami alkotmányokat. A választott tisztségviselők nem mehetnek vissza és nem fordíthatják vissza az abortuszra vonatkozó módosítások hatását, ha azok bekerülnek az állami alkotmányba. Július 5-éig 90 ezer aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy az intézkedés felkerüljön a novemberi arkansas-i szavazólapra. Helyi abortuszvédők bíznak, hogy elérik ezt a számot. A mi oldalunkon van a lendület, így Ohio, Kansas, Kentucky a kormányzó választáson már megvan, és Michigan is. Az emberek közvetlen fellépése révén visszaállíthatjuk az abortuszszolgáltatásokhoz való hozzáférést ebben az államban. Ez egy nagyszerű módosítás azoknak az embereknek, akiknek árnyalt nézeteik vannak. Az arkansas-i életvédő csoportok szerint az abortusz pártiak nem mondják el az embereknek ezeken az aláírásgyűjtéseken, hogy erőfeszítéseik, ha sikeresek lesznek, megnyitják a kapukat az igény szerinti abortusz előtt az ehhez hasonló helyeken. Ez egy megtévesztő módosítás. Azt akarják, hogy az abortusz 18 hétig bármilyen okból legális legyen, ami gyakorlatilag 20 hetet jelent a baba számára. Ezután pedig csak nemi erőszak, vérfertőzés vagy az anya egészségi állapota esetén lenne engedélyezve. Az anyai alkalmatlanságot depresszióval is magyarázhatják. Mit gondol, hogy a nők vagy bármely szavazó, aki úgy véli, hogy az abortuszt engedélyezni kell, ha az anya élete veszélyben van, mit gondol, hogyan reagálják? Ha ismernék a valódi nyelvezetet. Ha tudnák, hogy ez a törvény semmisé teszi az összes életpárti törvényt Arkansas államban. Ez azt jelenti, hogy kiskorúak esetében nincs szülői beleegyezés. Ez azt jelenti, hogy nincs egészségügyi ellenőrzés az abortusz központokban. Ha ismernék ennek a módosításnak a szélsőséges természetét, akkor ellene lennének. Annak érdekében, hogy az intézkedés ne kerüljön a szavazólapra, az arkansas-i életvédő szervezetek, egyházak, törvényhozók és polgárok egyesítik erőiket, hogy mozgósítsák a lakosságot. Másfél hét alatt az arkansas-i koalíció az életért tagjai több mint 300 gyülekezetet kerestek fel Arkansas északnyugati részén. Ezt a stratégiát az egész államra elkezdtük kiterjeszteni. Az életvédők azt mondják, hogy folytatni fogják a harcot annak érdekében, hogy Arkansasban ne történjen meg az abortuszhoz való hozzáférés. Nagyon fontos, hogy nyerjünk. Ez élet-halál kérdése. Paul Petit, CBN News, Arkansas.